A mai átvilágítás a 23. fejezethez kötődik, pontosabban az igazságszolgáltatáshoz, a korrupció elleni küzdelemhez és az alapvető jogokhoz. Szelákovics kiemelte, hogy a szerbiai igazságszolgáltatásnak nagyon sok kihívással kell szembenéznie, például a bírókra és ügyészekre gyakorolt politikai nyomás megszüntetésével, a parlament szerepének meghatározásával és az igazságszolgáltatás hatékonyságának növelésével. A szeptember végén megtartott magyarázó átvilágítás után a szerb tárgyalócsapat tagjainak lehetősége van bemutatni Szerbia jogszabályait az Európai Bizottság képviselői számára. Do kraja naredne godine biti u prilici da otvorimo ovo poglavlje. Naravno, nikad ne zakucavajte tačan datum kad šta treba da se uradi. Ovde sve ne zavisi od Srbije. Ono što zavisi od Srbije, to sam uveren da ćemo biti ažurni, da ćemo raditi vredno, dobro i posvećeno kao što smo radili u pripremama za ova dva skrininga. A naravno, sa druge strane, Evropska komisija koja je tu, više bih rekao, naš prijatelj i naš partner koji nam pomaže da do tog otvaranja dođemo što pre. Christian Danielsson, az Európai Bizottság bővítési főigazgatója elmondta, hogy Szerbia irigyésre méltó intézmény és humán kapacitással rendelkezik. Szerbia delegációjának a tagja még Tanja Miščević, az uniós csatlakozási tárgyalásokkal megbízott csoport vezetője. Za nas verovatno najvažniji za poglavlja 23 i 24 zbog upravo vladavine prava. Srpska administracija nastavlja sa usvajanjem zakona o kojima će i danas biti reči i koji su u planu za do kraja 2013. odnosno 2014. i polako se priprema za tu novu vežbu, a to su akcioni planovi za otvaranje pregovora. Szerbiát Brüsszelben a tanácskozáson még a legfelsőbb bíróság, az ügyészség, a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács és az állami ügyészi tanács, a korrupció elleni hivatal és más kormányzati szervek és szabályzó testületek tagjai képviselik.